Sziasztok! Elérkezett az ősz, ezzel együtt elérkezett az atkai horgászatok ideje is. Október közepe van, és most volt az őszi telepítés a hédán, ezért úgy döntöttünk, hogy elkezdtünk az atkán ismét pecázni. Ugye tiszai horgászatok voltak még nyáron, meg egy párszor lejártam bányára, viszont most az lenne a cél, hogy ezekből a telepített halakból bírjunk fogni, esetleg a méretet növelni, ugyanis az előző videókban elég kis hajbeket bírtunk, vagy elég kicsiket bírtunk fogni, viszont most bekeverem a szetetanyagot, ugyanis a tegnapi elfogyott, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ezen a kettő napon. Ugye szombaton és vasárnap is tervezünk jönni. Tegnap elég sok etetanyagot elhasználtunk, szóval most kevernem kell egy újabb adagot. Viszont az etetanyagot én mindig úgy szoktam bekeverni, hogy nem a teljes mennyiséget, ugyanis most benne van a pakliban az is, hogy esni fog az eső. Ennyi szerintem a maximum, amennyit meg fogok nedvesíteni, ez körülbelül fél kilogramm. És ha netán túl nedvesíteném, akkor ezt majd a szemek szépen be fogják szívni. Ez a Citco Admeto Mix amúgy ezekben a hidegebb őszi vizekben még jó szokott működni. És mivel kukoricabázisú, így az atkán a törpesen bántja. Na még egy kis víz jöhet. Ezt most egy picit hagyom állni. Majd, hogyha beszívták a szemek a vizet, akkor majd még hogyha igényli, akkor teszek hozzá egy kicsit többet. Hogy hallani ezeket a madarakat. Verebek. Nézd, nézd, mert ott ugrott a ponty kint a szélibe. Láttad? Szerintem az lehet, hogy benne is lesz a videóban. Attól félek, hogy ez... Nem is rossz ponyka volt ám, hé. Amúgy. Attól félek, hogy ez nem ponty. Keszeg? Valami ilyesmire számítok. Mekkora te jó Isten! Jézusom! Szépen óvatosan vedd le, hogy ne sérüljön a nyálkahártyája neki. Csak szépen akaszd le róla, hogy ne sérülje meg a nyálkahártyája keszegnek. Azaz. Mekkora! Gyönyörű! Szerintem ez ilyen 70-80-90 dekás simán van. Szép. Kövér kis pocska. Ja. Ja, engedjük. A dévér.
Na, ingyen segítek levenni, jó? Na, közben elhúzta a faterét is. Ja. Miközben ő is fogott egy keszeget. Látom, megy nagyon balra. Balozik. Cserélünk helyet? Cserélünk, ja. Elég rendesen megy balra. Jó halnak tűnik. Nem tudom. Majd, ha kijön, hiába volt telepítés, hogyha ezek a kicsik benne maradtak. Hát benne maradtak, csak nem tudom, hogy... Mikor mekkora... jönnek a jobbak? Hát meg hogy mekkorákat raktak bele, tudod? Na, végre sikerült valami értékelhető nagyobb halat is fogjak. Bár ez sem nagy, csak kettő is feles, de... De ez már egy kicsit azért nagyobb, mint az előzőek. Nos, összesen eddig... talán olyan 7-8 darab pontyot bírtunk fogni. Nekem ez volt a negyedik, és bevallom őszintén, hogy teljesen lemondtam már ellen a napról, hiszen hiába volt telepítés, hogyha ezek a halak szerintem még nem jártak annyira nagyon szét az atkában, de ez lett az első normálisabb méretű hal, viszont megmutatom, hogy melyik csalóval bírtam ezt megfogni. Ugye próbálkozunk össze már epres, bajsabananászos, tintahalas, illetve most a füstölt az a csalival, ezzel fogtam, mindjárt megmutatom. Igazából ezt a csalit már bemutattam egy másik videóban, és ami nagyon érdekes benne, hogy ebben kettő szín van, én úgy gondoltam, hogy sokkal jobb lesz ez a narancs szín, de valamiért a fehér jobban működik. Na, tehát erről van itt szó, hogy ezek hiába pontyok, kicsik. Egyébként ezt a fater, ha jól látom, bajsabananásszal fogta. Ja. És rövidről 30 méterről. Ja. Hát igen. Itt tíz, őszintén tíz, bevallom, hogy... Egy jó. Egy jó, de hát... 10-be 1, ez az átlag. Viszont azt hozzáteszem, hogy itt mindenki elkattintana a videóról, és hát szerintem igazuk is van, viszont van még egy második nap, amit bele szeretnék ebbe a videóba várni, hát ha az majd jobb lesz. Az a baj, hogy hiába vagyunk jó horgászok, meg tudunk horgászni az atkán, hogyha felveszi az ilyen kisebb a csalit. Darabszámmal nincsen baj. Tehát magával a darabszámmal nincsen baj, csak a mérettel, hogy kicsik a halak. Volt, amikor kettő nap alatt fogtunk mondjuk 45 darab normális méretűt, és akkor benne volt a 640-es is. A kettő évvel ezelőtti videóban mondjuk az 550-es is. És a tavalyi évben egész sok ilyen 5-ös körüli pontot bírtunk fogni. De ezek... Nézd a sushira. Ilyenkor már működik a sushi. De tök mindegy, hogy most mi van fönn, mert szinte ezek az apró pontyok mindent megesznek. De ezek sem nagyobbak, mint 1,30 mondjuk. Ja, kilósak. Jó. Persze, megnézzük, hogy mennyire be vannak rohadva állítólag. Mind a kettő, mind a kettő. Szedd ki, szedd ki! Mind a kettő. Lefogott. Mikor
láttam, hogy izé sárgásra, erre, arra, akkor ott voltam. Ja, hogy oda is vittek. Ez jó féle. Ez már jó féle, megint. Jó, és nézd meg, aha. Nem? De be, megmenjük. Igen. Mindig visszatom, hogy ezért. Na, ennyit arról, hogy az előbb már majdnem feladtam sok kis pont miatta. Most végre beindultak a jobbacskák is. Ez 2.45 körüli mondjuk. Egy nagyon picit kisebb, mint az előző. Na végre azt bírom mondani videóban, hogy most egyszer nem a fater győz le, csak azért, mert én videózok állandóan. És ja, próbálja visszaszedni. Visszajött. Nem ment rá jó. Szerencsére. Nem, azért nem szoktunk olyat csinálni, hogy a másiknak a szerelékére rámegyünk, mert az azért benne van a pakliba, sajnos volt már rá példa, de nem szeretjük az olyat, mert az azért nem jó dolog. Nem, mi keresztbe dobálunk. Nem, most épp ez az, hogy balozunk, mert Feri barátomnak a botjai fele nem akarom nagyon eldobálni, mert ez kicsi szerintem, nagyon rúgja vágja magát. És nézd meg, alsóhorúra jött. Alsó mi van? Nézd már, milyen jó kis pontja, végén a fater is behozza magát. Gyere, szákod meg. Ez is 2 fölöttinek tűnik. Végre beindultak a jobbak, pedig már teljesen lemondtam a napról. De figyelmeztes. Nézd már, nagyobbat fogott, mint én. Hát ebből le kell vonni a mérlegelő zsákot. 50 dekát. Ez 270-es. Nagyon jó, ezekre vártunk már. Sus Edli. Kedvencem. Hibátlan. Tökéletes. Zoomesz! Bugy! Januárban szerintem már jobb lesz a helyzet. Nem lesz annyi kapásunk, hogy állandóan videózni kelljen. Na, úgy tűnik, megvan a 2-2 pony mára. A fater is ügyes volt. Csak hát, mint ahogy látszik a képből, éppen kajáltunk. Na, annak üzenem, aki nem kattintott el a videóról, amikor említettem, hogy tényleg soha nem szabad feladni. De nem ám. Ez nagyon jó. Ez is szép. Nos, a mai horgásztapunk véget ért. Összesen, ha jól számolom, akkor kereken 3 órát bírtunk horgászni, vagy 3 órát horgásztunk. Mert nyilván horgászhatnánk tovább, de a szatkán megvan az a tapasztalat, hogy 6 órától 10 óráig. Tehát 6 óra 20-kor kezdtük a pecát, most pedig 9 óra 20 perc van. Befejezzük, és reményeim szerint holnap van folytatása. Viszont az az icipici bökkenő, hogy egy egészen markáns hidegfrontot ír a holnapi napra, pontosabban reggelre, és ebből, hogyha beteljesül az, hogy eső lesz, meg szél, akkor valószínűleg itt az esőben nem szeretnénk állni kint a mólón. Tehát majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Hogyha nem bírunk kijönni, akkor majd jövő héten lesz a folytatás. Na, hát bejött az a hidegfront, amit a előrejelzés jósolt, hát teljes sötétség van, csak itt a lámpának a fénye világít, amit láthattok a vizen, erre már azért kicsit világosodik. Hát bízunk benne, hogy ugyanolyan szép pontjokat bírunk fogni, hát hogyha nem is az első pillanatban, majd a horgászat vége felé. Nem tervezünk tovább maradni, mint 10 óra, jelen pillanatban 6:30 van, ilyenkor októberben már később világosodik.
Hát meglátjuk, összerakjuk a cuccokat, aztán neki állunk pecázni. Lehet jól lesz mindenség. Hát ilyen és ehhez hasonló méretű hatalmas dévérek jönnek, ez is van, vagy 60 deka. Jó nagy. Tehát, ha lesz még pont is, őszintén bevallom, egyébként 2 pontot már sikerült a reggeli etetés alatt fogni, de akkor még a kamerát nem kapcsoltam be. De hát, ha lesz még utánpótlás. Ezek a halak nagyon szépek, de nem őket akarom fogni. Viszont a füstölt lazasz nekik is kell, úgy látom. Még szerencséd, hogy az én első 2 pontjomat nem filmeztük le, ugyanis így legalább neked is van szereped ebben a filmben. Nem tűnik rossznak. Ez a horgászat eléggé gatyának tűnik, hiszen eddig csak 3 darab keszeget, illetve 3 darab pontyot fogtunk. A tegnapi nap folyamán úgy volt, hogy ilyenkorra már bírtunk egy jó pár pontyot fogni, de az mind kicsi méretű volt, és azután, mikor már az utolsó órában voltunk benne, szinte akkor indultak be a nagyobbak. Viszont én most megpróbálok egy olyan trükköt, hogy itt van elméletileg egy ilyen kis árok vagy csatorna itt 30 méteren, azt megpróbálom megetetni és arra ráhorgászni, mondjuk egy negyed óra, 20 perc múlva. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Likító narancsága, szélű csali. Füstölt lazac, viszont egyáltalán nem bírtam vele még pontyot fogni. Keszeget bírtam egy darabot. Úgy vettem észre egyébként, hogy az apkán ez a fehér színű füstölt lazac jobban működik. Ugye 2 színű van, 2 színben van benne a dobozban, és a fehér érdekes, mert amúgy én a fehér színű csalikat nem nagyon preferálom. Azzal bírtam szinte 99%-ban pontot fogni itt az apkán. Próbáltam ezt a másik színt, de egyszerűen nem adja. Szóval most egy 3-4 dobást ide rövidre kipróbálok, és lehet, hogy felviszek egy másik ilyen apró, pici ebres csalit emellé, a szedett anyag mellé. Elreszelte a faternak is, viszont ez az oldal reggel sokkal jobban működött nekem. Közben még az etetés zajlik. De elméletileg ez is ponty. Nem olyan nagynak tűnik. Akkor keszeg. Kis ponty. Tegnap valahogy a nagyobbak jobban ettek. Köszi. Ezt nem engedjük vissza.
Na hát őket nem szabad visszaengedni a szatkában, ezért eltessük őket. Befejezem már az etetésemet, mert annyira keszek, hogy sohasem fogok a végére érni. Szinte 20 percbe, tehát még 3-at dobtam. Atkai busázás. A fejrázásaiból ítélve ponynak tűnik. Megint egy kicsit megtámadtak a kicsik. Na hát egy fokkal jobb már, mint a kárász. Visszapottyantam. Virod? Virod? Ezen 280-as megvan. Egy teljesen natúr gumikukoricával fogtam. Nem ízesített, nem epres, nem lazacos, natúr. Mindjárt megmutatom ezeket a csalikat, hogy mivel horgáztunk az elmúlt 2 napban. Aztán szerintem itt vége is a videónak, mert lassan a nap felé vészünk. Nos hát a horgászatunk, a mai horgászatunk végéhez közeledünk. És egy dologról nem esett még szó. A botokat maradjunk annyiba, hogy nem szeretném most bemutatni, a leírásban mindent megtaláltok róla. Viszont egy dolgot nem mutattam még be, azokat a csalikat, amikkel az elmúlt 2 napban bírtuk alakat fogni. Igazából mindjárt megmutatom. Összesen 3 csalira szűkült le az egész horgászat, és apukám fölhívta rá a figyelmet, hogy ez a tegnap észrevette azt, hogy ez mind halas alapú csali, és mind halas alapú csalival bírtuk fogni. Apukám nagyon használta az elmúlt 2 napban ezt a sushi potrappot. Ez működött neki legjobban. Ugyanilyen halas alapú csalival horgáztam én is, viszont nekem a favoritom ez a füstölt lazac, ezért én ezzel próbálkoztam, és ebből a fehér színű sokkal jobban működött, mint a narancssárga. Illetve még a tegnapi nap reggelén próbálkoztunk ezzel a Rigiton narancssárga színű tintahal dumbbell-lel, viszont a tegnapi nap reggelén bírtam vele 3-4 darab pontja fogni, és teljesen megállt. Tehát ma már föl se akarom tenni, mert egyszerűen ez a kettő csaj sokkal jobban működik. Hát halak összegzése. Tulajdonképpen nem nagyon számoltam, mert egy picit eltévedtem a számolásban, viszont ha jól emlékszem, akkor én 3 darab pontot bírtam egész nap 3 óra alatt fogni. Ebből 2 volt nagyon méretű, illetve volt még egy kisebb. Apukámnak sikerült, ha jól emlékszek, még 3-at vagy 4-et fognia, azokból szinte mind kicsi volt. Tehát ez a nap egy kicsit gyengébb ahhoz képest, amit tegnap bírtunk csinálni, viszont temérdek mennyiségű keszeget bírtunk fogni, illetve még a kárlászok is ránk álltak. Bár soha rosszabb pecát, úgy gondolom, hogy ennél azért szerintem a napból nem lehet többet kihozni, viszont legalább kibírtuk ezt a maximumot hozni ebből a napból. Igazából ez a hidegfront úgy tűnik, hogy nem tett jót a halaknak, viszont majd találkozunk a következő videóban. Én itt lezárom az atkai pecát, viszont hogyha a következő atkai filmet szeretném csinálni, akkor azt már lehet, hogy féderbottal fogom csinálni. Közben a faternek megkapása van.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk a következő videóban. Viszont most pakolunk, ugyanis jön a nyakunkra az eső, és nem szeretnénk beragadni, ugyanis kocsival jöttünk be ide. Sziasztok!